Egyre több romániai megyében jelenik meg a juhokat és a kecskéket érintő kiskérődzők pestise, ami nagy riadalmat okoz az állattartó gazdák körében. Az európai országok többsége már nem fogad Romániából élő állatexportot, az arab országok pedig csak bizonyos feltételekkel. Naponta változik az egészségügyi helyzet Romániában a juhokat és kecskéket érintő kiskérődzők pestise miatt. A vírus nem veszélyes az emberre, viszont súlyosan legyengíti a megfertőzött állat szervezetét, és sok esetben a jószág elpusztulásához vezet. A legfrissebb adatok szerint Romániában jelenleg 38 gócpontot tartanak számon, és eddig mintegy 220 ezer juhot és bárányt pusztítottak el a vírus terjedésének megakadályozása érdekében. A kórokozó ellen egyelőre nincs vakcina. Az állattartó gazdák körében egyre nagyobb riadalmat okoz a kialakult helyzet. Sokan attól tartanak, hogy ez teljesen tönkreteszi az ágazatot. Ez nem egy jó dolog. Ezt nem várta senki se, úgy, mint a többit, mert ezelőtt lecsengett már a csurlókor, a szkrápia. Azzal is több ezer állatot kellett levágjanak. Most ezzel is több ezer fog kerülni levágásra és megsemmisítésre. Nagy baj, mert a jelenlegi termelőknek, jó és kecsketartó gazdáknak a jövedelme főleg az exportra adott állatokból származik, mivel az ár sokkal jobb, mint a helybírárak, amik vannak. A napokban több európai ország is megtiltotta az élő állat behozatalt Romániából, többek között Albánia, Oroszország és Magyarország, a legnagyobb felvevő piacnak számító arab országok pedig több állat teszteléséhez kötötték a kiskérődzők külföldre szállítását. Az országos állategészségügyi hatóság felhívta a figyelmet, hogy amennyiben egy gazdaságban felüti a fejét a kór, az állatokat el kell altatni, ugyanis rövid időn belül az állomány zöme elpusztul.